Átadták az elkerülőt, elkészült a Fényeslit-Két és Komorót keleti irányból elkerülő útszakasz, amellyel biztosítottá vált a Fényeslitkei Ipari Park közvetlen megközelíthetősége. Új vidékfejlesztési program. A jelenlegi Európai Uniós ciklusra mintegy 1300 milliárd forintnyi forrás áll a hazai gazdálkodók rendelkezésére. Két keréken befejeződött a rakamazi bicikliút építése, amely a Nyíregyházát Tokajjal összekötő külterületi kerékpárút beruházás része. Elkészült a Fényeslit-Két és Komorót keleti irányból elkerülő útszakasz, amellyel biztosítottá vált a Fényeslitkei Ipari Park közvetlen megközelíthetősége. A Kölcsei Televízió iradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Nemzeti Fejlesztési Miniszter szerint a beruházás országos szinten is jelentős fejlődést hozhat, hiszen a korszerű ipari park kaput nyit az egész keleti régió felé. A több mint 3,6 milliárd forintos beruházás 85%-os Európai Uniós és 15%-os hazai forrásból valósult meg. A beruházás során a szakemberek 400 ezer köbméter földet mozgattak meg, és több mint 10 ezer köbméter aszfaltot építettek be, hogy az elkerülő úttal megfelelő logisztikai infrastruktúrát biztosítsanak az ipari park számára. A Fényeslite-Komoró elkerülő, keleti elkerülő út építését a NIF idén tudta megkezdeni, idén februárban. A vállalkozók nagyon gyorsan 10 hónap alatt be tudták fejezni, 5 kilométer új út építése tartozik hozzá, két komoly híddal, ami talán a háttérbe látszódik is, az egyik a vasútvonal, másik pedig egy helyi út fölött. A 5 kilométer új úthoz tartozik még a meglévő utaknak, a csatlakozó utaknak az átépítése, korszerűsítése, valamint 3 körforgalmú csomópont. A projekten belül közvilágítás, növénytelepítés, valamint vízelvezetés és forgalomtechnikai beruházások is megvalósultak. Sesztek Miklós nemzeti fejlesztési miniszter az ünnepélyes átadón elmondta, az elkerülő úttal az ipari park elérhetősége nem csak helyi, hanem országos szinten is jelentős fejlődést hozhat. Az egész ország szempontjából nagyon fontos jelentősége van ennek, hiszen ez egy olyan ipari park, amelyik igazából az intermodalitása miatt igazi kaput nyithat Ukrajna, Oroszország, Kína, és mondhatnám Kazasztán és az egész keleti régióra, hiszen most már végre megvalósul egy olyan modern nagyipari parknak a létrehozása, amivel nem csak a nagyságában, nem csak a infrastruktúrás fejlesztésében, hanem ennek az összességében, az intermodalitásában is európai szintű. Abban reménykedünk, hogy nem sokára újra Hamburg leszünk, abban reménykedünk, hogy újra azt tudjuk mondani, hogy Magyarországra a Rektubáru itt a keletkapujában Záhonynál jön be. Sesztek Miklós az átadó rendezvényen elmondta, tervezés alatt van az M34-es út, ami összeköttetés jelent majd az M3-as autópályával, a jövő évben pedig elkészülhet Kisvárda déli elkerülője. A jelenlegi Európai Uniós ciklusra mintegy 1300 milliárd forintnyi forrás áll a hazai gazdálkodók rendelkezésére, amiből elsődlegesen a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, valamint a családi gazdálkodásokat támogatják majd, hangzott el a vidékfejlesztési program lehetőségeit ismertető fórum sorozat Vásárosnaményi állomásán. Az Európai Bizottság augusztusban fogadta el Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programját. Főként a munkahelyteremtés és a beruházások ösztönzése lesz a célja a következő időszak vidékfejlesztési programjának. A miniszterelnökség szándéka szerint a hátrányosabb helyzetű régiókat a pályázatok elbírálásakor előnyben részesítik majd, így az ott gazdálkodók több forráshoz juthatnak majd. Idén nyáron, augusztus 9-én elfogadta az Európai Bizottság Magyarország vidékfejlesztési programját, aminek köszönhetően megnyíltak az első pályázatok, és a jövő évben, az idei év végén, illetve a jövő évben gyakorlatilag az összes pályázatot megnyitjuk, amit a vidékfejlesztési program tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy kb. 1350 milliárd forint lesz az, amit a vidékfejlesztésére az agrárgazdálkodóknak tudunk biztosítani a következő években, és próbáljuk mindezt úgy tenni, hogy elsősorban mikro-, kis- és középvállalkozások, a családi gazdaságok lesznek a programnak a haszonélvezői. A rendezvényen Jakab István, a MAGOSZ elnöke elmondta, a következő ciklusban csak a vidékfejlesztésre 1300 milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre. A teljes agrárágazatot tekintve a területalapú támogatásokkal együtt viszont ez az összeg eléri a 4000 milliárd forintot. Az elnök hozzátette, a pályázatok elbírálásakor figyelembe veszik majd a nemzeti termelési prioritásokat is. Kiemelten szerepel a prioritási sorban
a zöldség-gyümölcságazat, hisz az előző 7 éves ciklusban ez nagyon komoly hátrányokat szenvedett el, ez az ágazat nagyon komoly hátrányokat szenvedett el, ugyanígy az állattenyésztés is. Tehát mindegyik kiemelt prioritással bír. Meggyőződésem, hogy itt a megyében a zöldség-gyümölcs ágazat fejlesztése nagyon erős lendületet kell, hogy kapjon, kiemelten a feldolgozó üzemekre, kiemelten az ültetvénytelepítésekre. Jakab István hozzátette, az európai szinten is versenyképes áruk előállításához a jövőben komplex termelési rendszereket kell kialakítani, valamint létre kell hozni a megfelelő méretű feldolgozó kapacitást erős nemzeti marketinggel megtámogatva. Elkészült az a rakamazi bicikliút, amely a Nyíregyházát Tokajjal összekötő külterületi kerékpárút beruházás része. Az ünnepélyes átadó rendezvényen elhangzott, a közel 200 millió forintból megvalósult szakasz hozzájárul majd rakamaz fejlődéséhez és a turizmus fellendítéséhez, valamint segíti a környező települések könnyebb elérését is. A rakamazi kerékpárút nem csak a Nyíregyházát Tokajjal összekötő útvonal része lesz, az elkészült szakasz csatlakozik a rétközi kerékpárút hálózathoz is. Bodnár László rakamaz polgármestere elmondta, az átadott szakaszon korábban járda sem volt, így a biciklisek a forgalmas és veszélyes 38-as számú főúton közlekedtek. A település számára ezért közlekedésbiztonsági és gazdasági szempontból is fontos volt az állami támogatással elkészült beruházás. Maga a támogatás intenzitása, amit mondtam, 100%-os kormányzati támogatás, több mint 199 millió forintos összeget jelent ez. A megépített útszakasz 2169 méter hosszú, tehát külterületi szakaszról van szó. Említettem, hogy ez hozzájárul a térség turisztikai fejlesztéséhez és magához az infrastrukturális fejlesztéshez. A polgármester kiemelte, a kerékpárút megépítésével bekapcsolódnak a Modern Városok program keretében Nyíregyháza és térsége fejlesztésébe, és a biztonságos közlekedés megteremtése mellett a turizmus fellendülését is várják az elkészülő teljes útszakasztól. Az ünnepélyes átadón Vinnei Győző országgyűlési képviselő a beruházás jelentőségéről beszélt. Több szempontból is fontos egy ilyen beruházás, egyfelől környezetvédelmi szempontból, hiszen a 21. század elején vagy napjainkban egyre többen szállnak kerékpárra, és már nem csak fiatalokról beszélünk, hanem középkorúak és idősebbek is, akár úgy, hogy egy településen belül elmennek a munkahelyükre, elmennek meglátogatni az ismerősöket, és ezek a kerékpárutak, amelyek itt most épülnek Nyíregyháza és Tokaj között, biztonságosabbá is teszik az emberek közlekedését, hiszen láthatjuk, hogy milyen nagy forgalmú a 38-as számú főút. És emellett véleményem szerint a turizmust is fejlesztik, hiszen Nyíregyháza és Tokaj közötti szakaszról beszélünk. Nyíregyháza turizmusa nagyot lépett előre az elmúlt években, és hát Tokaj és a hegyalja vonzás körzetét vagy vonzó erejét nem kell bemutatni. A rendezvényen elhangzott, a kerékpározás előnye, hogy a háztól házig eljutást viszonylag gyorsan, kis helyigénnyel és környezetkímélő módon biztosítja, emellett az egészséges életmód eszköze és szabadidősport is. Nem elég becsületesnek lenniük a politikusoknak, annak is kell látszaniuk, mondta nyíregyházi sajtótájékoztatóján Adorján Béla, a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke. A politikus szerint, ha bármilyen közpénzzel kapcsolatos ügyben kérdések merülnek fel, az érintetteknek ki kell állniuk a nyilvánosság elé. Nagyon-nagyon szerettük volna, hogyha a politikai szereplők önmaguktól részletesen beszámolnak minden elköltött Európai Uniós, illetve magyarországi finanszírozásról. Aztán pedig, ahogy a közvélemény is ismerheti, a parlamentben erről mi már nagyon-nagyon régen és nagyon erőteljesen próbálunk meggyőzően érvelni. Mindaz idáig nem sikerült. A múlt héten azt is megkaptuk miniszterelnök úrtól, hogy azt a számunkra egészen, és szerintem nem csak számunkra, hanem mindenki számára egészen alapvető és egyszerű és nagyon hatékony javaslatot, miszerint hozzunk létre vizsgáló bizottságokat, hát hogy is mondjam, csak miniszterelnökhöz méltatlan módon utasította el. Nem változtak az árak, nagyjából annyiért vásárolhatunk fenyőfát karácsonyra, mint az elmúlt években. A luc métere 1800 forint, az illat nélküli, viszont tartós Nordman 7-8, az ezüstfenyő pedig 4000 forintba kerül.
A karácsonyfa kiválasztása legalább olyan fogós kérdés, mint minden családtag számára megtalálni a megfelelő ajándékot. A jó választás megkíméli az embert az idegeskedéstől Szenteste napján és az azt követő hetekben. Hazánkban minden második eladott fenyő luc. A luc fenyő a tipikus illatos karácsonyfa. Kedvező áron beszerezhető, talán az egyetlen probléma vele, hogy meleg lakásban igen gyorsan lehullanak a levelei. Az ezüstfenyő ára még megfizethető, bár tény, hogy drágább a lucnál. Szép, formás, kicsit olyan, mintha a fagy csillogna rajta. Igazi ünnepi hangulatot teremtve ezzel. Díszíteni azonban nem könnyű, mert nagyon szúrós. Évről évre egyre népszerűbb a Nordman fenyő, aminek ugyan nincs illata, de tűlevelei alig szúrnak, és mindezeken kívül azzal lophatta be magát a háziasszonyok szívébe, hogy gyakorlatilag nem hullatja a leveleit. Azonban, ha a fenyőfák királynője mellett döntünk, mi ebben a pénztárcánkba kell nyúlni. A fa vásárlásánál érdemes a szakember tanácsait szem előtt tartani. Mindenképpen érdemes megnézni a vágást, mert hogyha megnézik az alját, akkor a fatövét, akkor látják azt, hogy mikor lett kivágva. Érdemes azt nézni, hogy lehetőleg ne legyen száraz. Aztán, ha már megvásárolták, akkor mindenképpen valami hűvösebb helyre kell rakni, erkélyre, vagy esetleg garázsba, ameddig nem jön a Szenteste, mert úgy jobban bírja. Melegre nem érdemes, mert azt a fa megsínyli. Az ezüst fenyőt 4000 forintért kínálják, az egyre népszerűbb Nordman fát pedig 7-8 ezerért. A legnépszerűbb fa várhatóan idén is a luc fenyő marad, amelynek métere 1800 forint. A nyíregyházi búzatéri piac vásárlói között vannak, akik szinte centiméterre pontosan tudják, hogy mekkorát szeretnének, de akadnak olyanok is, akik csak sétálgatnak a kiállított fák között, és beleszeretnek egy-egy példányba. Nálunk már évek óta hagyomány, hogy a karácsonyfának mindenképpen a plafonig kell érni. Mondjuk ez a lányomnak és a férjemnek a mániája. Én jobban szeretném, hogyha kicsi lenne, és olyan szép kis kerek és dús, és kevés díszsel, de a szép. De ők azt szeretik, hogy jó tele legyen pakolva, és jó illatos legyen, és jó nagy legyen, és az egész szobát beterítse. Úgyhogy nálunk azért a hagyományos fenyő az, amit venni szoktunk. Cserepes fenyőt is lehet vásárolni, az áraik 3 és 12 ezer forint között mozognak. Garanciát ugyan nem vállalnak arra, hogy megmarad, de jó esetben tavasszal akár ki is lehet ültetni az ilyen fákat. És vannak, akik hosszú távra szerzik be az ünnep legfontosabb szimbólumát. Egyre népszerűbb a műfenyő. A fiatalok az ezüstöt választják, az idősebbek általában a zöldet és kisebbet. A műfenyő előnye, hogy nem hullatja a leveleit, könnyen össze- és szétszerelhető, szétszerelt állapotban kis helyen elfér. Egy jó minőségű műfenyő, szabályos, könnyen díszíthető, nem hiányoznak róla innen-onnan az ágak, éppen olyan, mint az igazi, csupán illata nincs. 10 000 adag ételt osztanak ki az ünnepi időszak alatt Nyíregyházán. A Bige Holding csoport és a Start Nonprofit Kft. Közösen biztosít melegételt a nehéz helyzetben lévő családok és egyedülélők számára év végéig minden nap. Az elmúlt közel egy évtizedben már 100 millió forintot fordítottak így karácsonyi ételosztásra. Ezeket az ételeket osztják ki a következő 10 napban a rászorulók között Nyíregyházán. A menü olyan fogásokat tartalmaz, amelyek a téli időszakban megfelelő tápanyagot biztosítanak, valamint kapcsolódnak az ünnepekhez, mint például a babgulyás, a töltött káposzta és a csirkepaprikás. Nyíregyháza két pontján 10 napon keresztül napi 1000 embernek adtak lehetőséget arra, hogy melegételt osszunk. Ez a otthon étterembe és a Bújtos utcán, a Bújtos utca 34 szám alatti központi étterembe kerül szétosztásra. Nagyon kulturáltan van megoldva évek óta, hiszen Bége úr ennek a célcsoportnak a elnök tulajdonosa azt kérte, hogy úgy szervezzük meg, hogy ne legyenek megalázó sorvállások. A főként nagy családosokat, fogyatékkal élőket és hajléktalanokat segítő szervezetek már előre megkapták azokat a jegyeket, amelyek tartalmazzák a pontos dátumot és helyszínt is, így senkinek nem kell majd sorba állnia az ételekért. A melegételek osztása kedden kezdődik, összesen 10 000 adagot biztosítanak a rászorulóknak. Jó jön az a karácsony környékén, valamennyit tudnak takarékoskodni a napi betevő falataikon, és úgy gondoljuk, hogy ennyi társadalmi felelősségvállalást mi tőlünk is, főleg itt a városban elvárható, szükséges,
és hát azért csináljuk ezt minden évben. Az ételeket az örökösföldi otthon étteremben és a Bújtos utcai Bújtosi Bújdosó étteremben vehetik át a rászorulók. Több mint 50 ezer cipős doboznyi ajándékot oszt szét a rászoruló gyermekeknek a Baptista Szeretetszolgálat. A cipős doboz akciót immár 12. alkalommal indították el. Ennek keretében bárki összekészíthetett ajándékokat, és azokat cipős dobozba rakhatta. A csomagokat szegény sorsú gyermekek kapják meg, ebben többek között önkéntesek és egy csomagszállító cég is segít. A Nyírbogdányi Nánási családhoz érkezik ez a cipős doboz akcióban résztvevő csomagszállító autó. A futár kiszáll és rögtön nyitja a rakteret, ott sorakoznak a cipős dobozni ajándékok. Ide most 4 doboz érkezett, ezeket a szülők és a Baptista Szeretetszolgálat képviselői adják át a család 4 gyermekének. Inkább olyan családokat választunk ki, akikről tudjuk, hogy nehéz helyzetben vannak anyagilag, és mindenféleképpen segítségünkre vannak esetleg az iskolában pedagógusok, és olyan településeken, ahol kapcsolataink vannak, ott közreműködnek akár az önkormányzat részéről is, hogy a fókuszba olyan családok kerüljenek, akik tényleg erre nagyon rászorultak. Az akcióban országszerte több mint 50 ezer cipős doboznyi ajándékot oszt szét a Szeretetszolgálat. A csomagokat szegény sorsú gyerekekhez juttatják el, hogy szebb legyen a karácsonyuk. 4 gyerek van, ugye? Jelenleg én dolgozom, párom még nem talált munkát. És hát ugye, amúgy is szerintem ez egy különleges dolog, hogy minket választottak, nagyon örülünk, a gyerekek nagyon örülnek, nagyon szép ajándékokat kaptak. És hát ugye, hát most egy fizetésből ugye itt a tél, jön az ünnep, úgyhogy hát mindennek örülünk. A kezdeményezés jószolgálati nagykövetei Mező Misi zenész és Weiss Fanni modell egy-egy cipős doboza is ide, ehhez a családhoz érkezett. Mező Misi ajándéka Misikéhez került, ő a sok ajándék mellett első hangszereként ugyanazt kapta karácsonyra, mint annak idején a zenész, egy szájharmonikát. Karácsonyi ajándékokkal lepték meg a beteg gyerekeket a Józsa András Oktató Kórházban a megyei rendőrfőkapitányság és a NAV Vám és Pénzügyőri Igazgatóságának munkatársai. A csomagokat a két szervezet dolgozói és azok családtagjai gyűjtötték, hogy szebbé varázsolják a kicsik kórházban töltött napjait. Izgatottan várták az ajándékokat a gyermekosztály betegei. A dobozokban érdekes játékok és hasznos ruhaneműk is sorakoztak. Mindenkit nagy várakozással töltött el, vajon mit is rejtenek számukra a meglepetés csomagok. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye rendőrfőkapitányság és szervezeti egysége már évek óta hagyományosan gyűjtenek gyermekek számára karácsonykor olyan ajándékokat, játékokat, amelyeket elsősorban a dolgozóinknak a családjai gyűjtenek össze, és ilyenkor keresünk fel azokat az intézményeket, ahol többnyire a gyerekek nem családban vagy családtól távol töltik el a karácsonyt. Ezt ide letesszük, Anti. A gyerekek nagy örömmel bontogatták ajándékaikat. A meglepetés sokat jelent nekik, mivel a gyermekosztályon most is több olyan kis beteg fekszik, akiket az ünnepekre sem tudnak hazaengedni. A bent maradó gyerekeknek biztosan nagy öröm az, hogy kaptak játékokat, amivel elfoglalhatják magukat, és így gyorsabban telnek a kórházban is az ünnepi napok, amit kénytelenek itt tölteni. Mindig örülünk annak, hogyha valamilyen ajándékot kapunk, de ez így karácsony környékén még kifejezettebben érvényesül. A megyei rendőrfőkapitányság jótékony akciójához 2 éve csatlakozott a NAV Vám és Pénzügyőri Igazgatósága is. Idén közösen lepték meg a kórház gyermekrehabilitációs osztályán fekvő kis betegeket is. Továbbá ellátogattak a Nyírszőlősi és Sóstuhegyi otthonba, ahol szintén ajándékokkal lepték meg a nehéz sorsú gyermekeket.
Vereséggel zárta az évet a Marsó Nyíregyháza. A férfi kosárlabda bajnokság 12. fordulójában az Alba Fehérvár csapatát fogadta Sitko Ernő együttese, és a vendégek 97-87-es győzelemmel távoztak a Bemiskola csarnokából. A nyíregyháziak legközelebb január 9-én hazai környezetben a Zalaegerszeg ellen lépnek pályára. A hétközi edzésen bokasérülés szenvedő Lekli József nem tudta vállalni a játékot, így a meccs előtt tovább nőttek a palánk alatt amúgy is erős vendégek esélyei. Az első negyedet 9 ponttal nyerte a négy amerikai légióst és a válogatott Lóránt Pétert pályán tartó Fehérvár, amely előnyéhez újabb 6 pontot tett hozzá a második 10 percben. A nagy szünet után zárkózni kezdett a házigazda olyannyira, hogy a 26. percben már csak 4 pont volt a két csapat között a különbség. Az Alba azonban újítani tudott, ismét ellépett a nyíregyháziaktól, akik nem adták fel, látványos kosarakat szerezve küzdöttek, de ez ezúttal csak a tisztes, 10 pontos vereséghez volt elegendő. Akik látták a találkozót, azok láthatták, hogy volt tartása a csapatunknak, és mindenki küzdött, és megpróbáltunk megtenni mindent a győzelemért, és úgy gondolom, hogy egy ötször nagyobb költségvetéssel működő csapat ellen mindenféleképpen szép teljesítményt nyújtottunk. A vendégek edzője szerint a két ellentétes félidő ellenére végig kontrollálni tudták a mérkőzést. Mint minden meccsnek, ennek is voltak olyan periódus, amikor egyik csapat egy kicsit jobb másiknál, egy ilyen, tehát a kosárlabda egy ilyen játék, lehetett mondani, ilyen periódusok vannak. Nekünk az első fél időben inkább jó periódusok voltak, mint a másodikban, a hazai csapatnak pedig a második fél időben. Szóval egy olyan meccs, de szerintem meg is valahogyan nekünk sikerült kezünkbe tartani a meccset. A forduló további eredményei: Szeged-Szombathely 105-96, Körmend-Szolnok 89-78, Kaposvár-Jászberény 95-80, Sopron-Mavsz 91-87, Kecskemét-Pécs 64-75 és Zalaegerszeg atomerőműese 83-69. A tabella élén az atomerőműese áll 9 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Körmendet és Szolnokot. A Marsó Nyíregyháza 3 győzelemmel és 9 vereséggel a 12. helyen várja a januári folytatást. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Elkészült a Fényeslitkét és Komorót keleti irányból elkerülő útszakasz, amellyel biztosítottá vált a Fényeslitkei Ipari Park közvetlen megközelíthetősége. A jelenlegi Európai Uniós ciklusra mintegy 1300 milliárd forintnyi forrás áll a hazai gazdálkodók rendelkezésére, amiből elsődlegesen a mikro-, kis- és középvállalkozásokat, valamint a családi gazdálkodásokat támogatják majd. Elkészült a Rakamazi bicikliút, amely a Nyíregyházát Tokajjal összekötő külterületi kerékpárút beruházás része. A Kölcsei Televízió íradóját látták hétfőn. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap átmenetileg felszakadozhat a felhőzet, este észak felől egy gyenge hidegfront érinti térségünket, de jelentős és tartós változást nem okoz időjárásunkban. Éjjel túlnyomóan borult lesz az ég, párás lesz a levegő, szitálás, eső egyaránt előfordulhat, a délnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 2 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben átmenetileg egyre több felé felszakadozik a felhőzet, kevés napsütés is valószínű, estétől azonban ismét köd képződik, legfeljebb szitálás fordulhat elő, a nyugati-délnyugati szél többször megélénkül, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A hét végéig folytatódik a borult párás idő, néhol makacsabb ködfoltokkal, legfeljebb kis körzetekben, és csupán átmenetileg csökkenhet a felhőzet, számottevő csapadék nem várható, a hőmérséklet alig változik, marad az évszakhoz képest enyhe idő. Nem számít
számíthatunk tehát hóra idén karácsonykor sem. Idén a Katalin karácsony közti népi megfigyelés sem jött be, hiszen a Katalin is enyhe volt, mint ahogy a karácsony is az lesz.